Sziasztok! Most online is segíthetjük Európa őshonos kisebbségeinek fennmaradását. Írdalá.hu. Ez most egy olyan ügy, ami független mindenféle politikai nézettől. Fontos, hogy a határon túlélő magyar kisebbségeknek segítsünk abban, hogy jogokat szerezzenek az önrendelkezésre. Barátaim, családom, csapattársaim már aláírták, kérlek tedd meg te is. Köszönöm. Te aláírtad már? Csak 2 percet bekerül. Támogassuk együtt ezt az ügyet, hiszen közös érdekünk, hogy több uniós támogatás jusson Székelyföldnek. Székely emberként innen a Barcaság fővárosából, Brassóból kérlek benneteket, ha tehetitek, írjátok alá a Székely Nemzeti Tanács Európai Uniós aláírásgyűjtő kezdeményezését. Ez függetlenül a politikai nézetektől fontos, hiszen számunkra, akik itt kisebbségként éljük meg magyarságunkat, szükséges, hogy tovább erősödhessünk, tovább bővüljenek a jogaink. 100 évvel a trianoni békeszerződés aláírása után egyfajta minimális elégtétel. De ahogy ez sikerüljön, rád is szükség van. Én már aláírtam, és gyűjtöttem is aláírásokat. Már csak néhány nap van hátra. Ne hagyjuk cserben a nemzeti kisebbségeket, ne hagyjuk cserben a kárpát-medencei magyarságot. Kérlek benneteket, írjátok alá! Szeretném felhívni figyelmeteket egy fontos ügyben. A kint élő székelyek, családaink, barátaink segítségére jogokat szeretnénk kapni, hogy jobban meg tudjuk tartani magyarságunkat. Állj mellénk és írd alá az ívet! Sziasztok, Szabó Levente Zsolt vagyok, a Trollfoci főszerkesztője és tulajdonosa. Székelyföldön születtem, Székelyföldre járok haza, Székelyföldön élnek a rokonaim, a barátaim, és nekem evidens volt, hogy a kezdeményezés mellé álltam. Kérlek, írd alá te is! A kérdésem az lenne, ugye, hogy egy dolgot kell csinálni. Azt, hogy rámész arra, hogy írd alá, még egyszer ismételem, írd alá, pont, húra, erre kell rámenni. Ja igen, legyen melletted egy útlevél, vagy egy személyi, otthon ezt bulletinnek neveztük, tehát legyen melletted, és akkor beütött szépen, hogy írd alá, pont, hú, és utána egy 12 éves gyermek, aki tud olvasni, az már pofon egyszerűen végig tud menni a dolgon, és elfogadja, aláírja ő is ezt. Az aláírás az nehogy azt gondoljuk, hogy mit tudom én, mi valami betűket kell beütni, és kész, ennyi az egész. Nekem az antitalentumnak 8 perc alatt sikerült. Én biztos vagyok benne, hogy ez nektek is fog sikerülni, de én arra kérlek, kérek mindenkit, aki engem ismer, aki engem tisztel, szeret, egyszerűen aki engem ismer, hogy álljon a cél mellé.